Hidak, vallási, közéleti és kulturális heti magazin következik. Bleyer Gábor műsora. Üdvözlöm a kedves hallgatókat, önök a Hidak heti magazin adását hallják a mikrofonnál Bleyer Gábor. Mai vendégem Székely Tamás, a Peli dolgozók szakszervezetének elnöke, a Magyar Szakszervezeti Szövetség alelnöke, Üdvözöllek! Régi ismerettségünkre való tekintettel tegeződünk, meg régi barát is vagy ebben a rádióban. Örülök, hogy megint itt vagy. Nagy szeretettel köszöntök mindenkit, a kedves hallgatókat is. Annak aprópóján hívtalak, hogy ugye túl vagyunk a pandémia több hullámán, és egy kicsit szeretnénk megvizsgálni, hogy mind a szakszervezeteket, mint a munkadókat, munkavállalókat, mint pedig a magyar társadalmat a munkavilágában, hogy érintette ez az időszak. Kicsit menjünk vissza, majdnem két évvel, hogy ami előtt elkezdődött ez a pandémia, milyen szociális szakszervezet és munkaügyi helyzetben voltunk? Ugye, hogyha ha a maga a munkavilágát nézzük az elmúlt időszakban, pandémiától függetlenül ö, igen komoly ö, hát hullámok csaptak már össze, a, mind a munkáltatók, mind pedig a ö, munkavállalók feje fölött, és ennek ö, egyik fő oka az, hogy a, az elmúlt 11 néhány évben a magyar munkavállalók helyzete, pozíciója romlott. Az az igazság, hogy a jelenlegi kormányzat ugye 2012-ben módosította a munkatörvénykönyvét, kvázi egy teljesen új munkatörvénykönyvet hozott létre, és ennek köszönhetően számos olyan munkavállalói jog szűnt meg, sérült, amely elfogadhatatlan. Ebből kiindulva egyébként több akció indult akkor, és a munkavilágára a továbbiakban jellemző volt a pandémia helyzet előtt, hogy nagyon ö, megváltozott a munkaerőpiaci kereslet. Ö, nagyon sok helyen munkaerőhiány, szakképzett munkaerőhiány lépett föl, és ennek következtében a munkavállalók, illetve a szakszervezetek bizonyos értelemben pozíció előnyben voltak, hiszen a bér tekintetében ö, lehetett ö, nyerni. A munkavállalók javára, hiszen annak köszönhetően, hogy kevés volt a szakképzett munkaerő, nyilvánvaló, hogy ha egy cég szakképzett munkaerőt szeretett volna fölvenni, akkor a béreket föl kellett emelnie annak érdekében, hogy részben megtartsa azokat a munkavállalókat, akik ott dolgoztak, illetve további munkaerőt csávítson magához. Ez a pandémianak köszönhetően jelentősen változott hiszen nagyon sok ágazatban, különösen a tavalyi év során komoly változás történt, például a vendéglátóiparban, a turisztikában nagyon sok munkahely szűnt meg, de az autóbeszállításhoz, hogyha a szűkenvett iparágakat nézzük, akkor az autóbeszállításhoz köthető vállalkozások is jelentősen átalakították a struktúrájukat, illetve nagyon sok munkavállalótól váltak meg ilyen-olyan formában. Ennek következtében megváltozott a helyzet, és most már nem a munkavállaló diktál adott esetben a bérét, illetően, vagy a szakszervezet, hanem egy kicsit visszafordult a helyzet még a jóval korábbi időszakra. Akkor nézzük, ugye bejött két éve a pandémia első hullám, vagy második hullám, harmadik hullám. Ott kezdődik az egész, hogy megjelent az úgynevezett online világ, egy kicsit beszéljünk erről, mielőtt részleteben kitérnénk. Ez mennyire struktúrált szerinted a munkavilágát? Most még ne szakszervezeti, meg munkavállalási dologról beszélünk, de majd beszéljünk arról is ennek kapcsán. Első pontban nézzük meg, hogy ugye vagy benne vagyok egy olyan helyzetben, hogy már olyan generációhoz tartozom, hogy értek hozzá, tudok egy picit váltani, tudok online ezt azt csinálni, vagy nem vagyok benne. És akkor plusz a munkájám, aki rá van kényszerülve, hogy más módon csinálja ezt a dolgot. Te hogy látod? Ahhoz, hogy, hogy a, a, a kedves hallgatók megértsék a home office és az online világot, az egy kicsit mélyebbre kell ásni. Az elmúlt néhány évben egy nagyon komoly struktúraváltás történik a világon, és ezt úgy hívják, hogy Ipar 4.0. Ez elsősorban a digitalizációs forradalomnak köszönhetően számos olyan tevékenység kerül kiváltásra, robotika területén, vagy az informatika területén, amelyet eddig élő munka ö, ö, látott el. A pandémia ezt a helyzetet, vagy ezt a változást, ezt az átmeneti időszakot, ezt egy kicsit fölgyorsította, annak következtében, hogy valóban azzal, hogy nagyon sok területen a cégek úgy döntöttek, hogy a munkavállalóikat otthon tartják, illetve otthoni munkavégzésre... El bízzák meg, egy olyan helyzet teremtődött, hogy nagyon sok tevékenység átrendeződött otthoni munkavégzésre. Ugye itt a otthoni munkavégzést, és a távmunkát azt a magyar jog és a munkavilága ketté választja, mert a távmunka az nem egyenlő a home szal Ugye, hogy megértsük, hogy miről van szó, távmunkát végeznek például az orvoslátogatók, a különböző regionális vagy területi kereskedelmi képviselők, akik járják az egyes területeket, és néha-néha bemennek az adott cégnek a központjába, ott megkapják a feladatot, illetve elszámolnak az addigi munkájukkal, és kvázi a cég telephelyétől függetlenül tevékenykednek. A home office az egy otthoni munkavégzés. Ugye, hogyha majd ö, kitérünk ennek a előnyére, hátrányára, akkor ö, erre részletesen kitérünk. De általábanosságban azt el lehet mondani, hogy valóban a digitalizáció és a pandémia egymást erősítette, ami a struktúraváltást illeti, és ennek a következményei egyelőre még Magyarországon is beláthatatlanok. De hogy egyáltalán jelemezni lehessen, hogy mit is jelent ma a digitalizáció, a Magyarországon sajnálatos módon nem készültek olyan átfogó tanulmányok, mint más európai országokban, de mondjuk egy német példát hagyj említsek: az autóipart. Ugye az autóipar Németországban igen fejlett, és ennek ellenére egy nagyon jelentős átalakulás zajlik, nem csak azért, mert a ottomotorok vagy az égési motorok helyett most már egyre több elektromos autót gyártanak, hanem a digitalizációnak következtében számos olyan tevékenységet fognak vagy látnak már el robotok, illetve informatikai háttérrel a munkavállalók, amely egyre kevesebb munka, élő munkát igényel. Egy német tanulmány azt mutatta ki, hogy az elkövetkezendő időszakban több mint kettő, azaz 2 millió munkahely szűnik meg Németországban az autóiparhoz köthetően, annak köszönhetően, hogy ezeket a tevékenységeket a digitalizáció ki fogja váltani. Oké, de ez Németországban ez a jellemző, ez Magyarországon is megtörténhet, vagy ez lassú folyamat, illetőleg félhibrid megoldások fognak születni. Magyarország ebből a szempontból egy érdekes helyzetben van, hiszen ahelyett, hogy elsősorban az oktatáson keresztül egy teljes struktúraváltás és egy, egy más szemléletű váltás történjen, a jelenlegi kormányzat elsősorban az élőmunkát támogató beruházásokat részesíti előnyben, ahelyett, hogy azt a pénzt, amelyet a különböző Magyarországra érkező sormunkát vagy bérmunkát biztosító cégeknek ad, azt inkább az oktatásra kellene fordítani, pontosan azért, mert Magyarországon nincsenek ásványi kincsek, egyedül a tudás van, amit fejleszteni kellene annak érdekében, hogy azt a ritmust és azt a termelékenységet, amit megkövetel az elkövetkező időszakban a digitalizáció, illetve az ipari fejlődés, de beleértem a szolgáltatást is, el tudjon látni. Ennek sajnos az lesz a következménye, hogy nagyon sok helyen elszegényednek, hiszen az élő munka már az alacsony keresetűeket tudja csak megcélozni, ennek érdekében látszik az egyébként, hogy elsősorban a minimálbéren keresztül próbálja a alacsony iskolai végzettségű foglalkoztatást biztosítani ezen cégeken keresztül. Bocsánat, hogy Picit megpróbálom visszamondani, vagy értelmezni a szavaidat, hogyha jól értettem, hogyha ezt megfelelő módon tudtak volna tökét befektetni, egy minőségi munkavállalai váltás történt volna, képzett munkavállalai váltás, aki felne az új problémákhoz, és egy egész újfajta termelékenység alakult volna ki, ami az fejlődés is elősegíti. Ehelyett pedig nem azt mondom, hogy lyukokat tömködtek, hanem egy, egy másodlagos most. Vakványra tereljük ezt. Majdnem van. azt mondtam, hogy funkcionális analfabéta munka szempontjából. Nagyon jó egyébként ez a kifejezés, ez, ez a funkcionális analfabétákat képezünk jelen pillanatban többségében, miközben a vállalatok infrastruktúrális és, és a tényleg a, a, a fejlesztés során számos olyan munkaerőre tartanának igényt, amely egyre nehezebb ma Magyarországon megszerezni. Ugye nagyon sok fiatal nem is Magyarországon folytatja a tanulmányait, vagy végzi, fejezi be a saját képzését. Ennek köszönhetően nagyon komoly problémák lesznek az elkövetkező időszakban, és ez meg fog látszani egyébként a gazdasági és az életszínvonal területén. Is. Fejezzük be ezt a kört úgy, hogy szakszervezet ezügyben mit állít, ha kifejezetten ebből a problémával foglalkozik. Tudtok, van -e egyáltalán, tömör, tudjátok-e tömöríteni, vagy valaki tudja tömöríteni ezeknek az embereknek a problémáit? Meg tudja-e szervezni illetve, fel tud-e szervezetten lépni az ügybe, vagy ez egy lehetetlen dolog? Elméletileg nagyon sok területen próbálunk részben a munkáltatókkal közösen, és ez egy fontos dolog, együttműködni annak érdekében, hogy azok a kényszer helyzetek, amelyeket szembesülünk nap mint nap, nem csak munkavállalóként, hanem cégalkalmazottként is, hogy valamit mindenféleképpen tenni kell. Ugye az elmúlt időszakban jelentősen Átalakult a szakképzés rendszere. Valaki ezt ö, dicséri, valaki nem. A nyugat-európai, elsősorban a német és a, az osztrák ö, duális képzés az, ami, ami egy jó modell, ö, amelyben részt vesznek egyébként a szakszervezetek. Itt Magyarországon kizárták őket. Egy nagyon jó példát adhatnának. Mire gondolok? Nagyon sok olyan terület van Németországban és Ausztriában, amelyre ö, a munkáltatói szövetségek, illetve a szakszervezetek együttműködésével oktatási intézményeket hoztak létre, és közösen a munkáltatók, a szakszervezetek üzemeltetik ezeket a képzési centrumokat, természetesen állami támogatással, és nagyon könnyen lehet ezeket az intézményeket oktatás területén úgy átalakítani, hogy mindig a megfelelő munkaerő igényt próbálja meg kielégíteni. Ez az egyik. A másik, a duális képzésben ugye nagyon fontos az, hogy az a tanuló, aki részt vesz, az maga értékei mellett elsajátítsa azokat a szakmai ismereteket, amelyeket egy-egy cég tud biztosítani. Mi azt látjuk, hogy elsősorban ma Magyarországon a duális képzés alatt, vagy címszó alatt olyan tevékenységet végeztetnek fiatal diákokkal, amelyek során igazából véve a cég egy másfajta munkaerőt tud megtakarítani. Ennek érdekében ezt a fajta szakképzési rendszert szerintem minél gyorsabban át kell alakítani. Itt szerintem az is a baj, hogy jó, egy fiatalon még nem mondhatjuk azt, hogy tudatos tudatos munkaerőpiacon tud működni, és tudja, hogy mit akar, illetőleg az is kérdés, hogy milyen információk az ahhoz képest, hogy tudjon ezekből válogatni. Tehát itt, itt szerintem az is kérdés, hogy mennyire változott meg a munkavállalóknak a gondolkodási struktúrája. Rákényszerül egyébként ma már a munkavállaló arra, hogy valamilyen ismeretet megszerezzen. Ebben a szakszervezetek egyébként tudnak segíteni. Természetesen számos esetben tapasztaljuk azt, hogy van egyfajta tartózkodás az érdekképviselet a szakszervezetekkel szemben, van egyfajta mentalitás, ami sajnos többségében. Jellemző főleg az ipari és a felsőfokú végzettségű munkavállalókra, hogy majd én ezt megoldom, nem kell itt nekem szakszervezet, nem kell semmiféle segítség. De amikor igazából baj van, akkor az az első, hogy megkeresi adott esetben a szakszervezetet vagy szakszervezetet próbálnak alakítani, annak érdekében, hogy az érdekeiket érdemben tudják képviselni. Tehát való igaz, hogy van egyfajta bizonytalanság, ami a tudást illeti, de azért számos olyan esetet föl lehetne sorolni, ahol igen tudatos fiatal munkavállalók, hát hogy úgy mondjam, megpróbálják a különböző ranglétrákat, vagy a különböző cégeket meghódítani. Számos olyan példát lehetne mondani, hogy nagyon sok fiatal kifejezetten multinacionális cégeknél nem hosszabb idő, három évnél nem hosszabb időt tölt el, annak érdekében, hogy minél szélesebb önéletrajzi tapasztalattal rendelkezzen, és így tudja egyébként saját magát menedzselni. A, Uh, időnk rövidsége miatt ugrani kell, mert van három nagyon speciális terület, ami itt ezt a válság vagy pandémia nagyon-nagyon átalakított, illetve nagyon fura helyzetbe kerül. Az első mindenképpen az egészségügy, a második ugye a kultúra területe, és egy kicsit a közalkalmazati viszonyra is szeretnék kitérni. A harmadik pedig hát a pedagógusok, mert az oktatásról beszéltük kulcsfontosságú, akár a szakszervezetek és a munkavállaló szempontjából, hogy a, akik a jövő generációt tanítják, milyen helyzetbe kerülnek, akkor kezdjük a legsarkalatosabbal, amit én ma az egészségügynek hívok. Az egészségügy valóban hatalmas nagy válságban van, és erre óriási lapáttal tett rá a covid és az a helyzet, amit ez a pandémiás helyzet előidézett az egészségügyben. Évtizedek óta, és ez hosszú-hosszú ez műsorokat igényelne, hogy elemezni lehessen tényleg, hogy az egészségügy az elmúlt nem 30, 40, 50, 70 évben hogyan alakult, és, és milyen sorsok alakították az egészségügyben dolgozók életét. Az látszik, hogy itt egy nagyon komoly átalakításra van szükség, nem férsz munkára, ami látszik, hogy a 2006 jellemző 2006-2008-as időszakot jellemző egészségügyi reformkezdeményezések most fű alatt kezdenek visszatérni, vagy visszaszivárogni. Mire gondolok itt? Ugye emlékezzünk csak vissza, hogy nagyon sok olyan magánintézményt próbált az akkori kormányzat létrehozni, amely bizonyos tevékenységeket kiszervezett, Ma azt látjuk, és akkor tiltakozott számos szervezet ezzel szemben. Nagyon sok hibával próbálták ezt megoldani, tehát tény, hogy, hogy ott sok sebből vérzett már akkor is az a reform. Most itt reform nélkül egyszerűen ezeket a lépéseket teszi meg a kormány. Ha csak azt nézzük, hogy az elmúlt időszakban a magánegészségügy, tehát a fizetős egészségügy hogyan fejlődött, akkor összevi hasonlítva azokat az intézkedéseket, amiket 11 néhány évvel ezelőtt egy másik kormányzat próbált meg, azok szinte simogatásnak tűnnek a jelenlegi egészségügyi rendszer átalakításához képest. Tehát az is látszik, hogy ugye július 31-én szombaton volt egy nagy amelyet az egészségügyben dolgozók szerveztek, pontosan azért, mert elviselhetetlen az a fajta diszkrimináció, ami nem az orvos, tehát az egészségügyben dolgozó, de nem orvosokat képviselő munkavállalókra jellemző, jelentős jövedelem szakadék alakult ki Én egyes területeken. Én arra célzol, hogy ugye az orvosok bérét megemelték tisztességgel, és a kisegítő, nővérek, gyógytornászok, rehabilitációs szakképzett, szak, így szakképzettek. van, szakképzettek. Ehhez képest a szakadék az talán mélyült, és ilyen szempontból egy ilyen fajta diszonancia, nem hogy előre viszi, hanem talán még súlyos súlyosítja is a helyzetet. Így van, így van, ez teljesen jól ö, látszik, és hát ez egy nagyon nagy kihívást ö, fog jelenteni szerintem az elkövetkező időszakban, hogy itt ö, ezt kezelni lehessen. Ugye számos példát lehet olvasni, hogy egy-egy szakterületen mennyi szakápoló hiányzik, vagy azok a szakápolók, akik eddig vérverejtékes munkát végeztek, más területeken kerestek munkát, mert már elviselhetetlen az a fajta életkörülmény, amit ez az alacsony egészségügyben biztosított fizetés ad. Tehát ebből a szempontból is jelentős átalakításra van szükség az egészségügyben, de számos olyan kérdéskör van az egészségügy területén, ami, ami visszacsatolható. Itt van például a digitalizáció kérdése. Én azt gondolom, hogy az egészségügyben hatalmas lehetőségek lennének a digitalizációra. Itt most nem csak a képalkotó műszerekre gondolok, vagy azoknak az alkalmazására széles körben, hanem számos olyan eszköznek az alkalmazására természetesen nem a mentőgépek, a tügépekre gondolok, hanem olyan speciális egészségügyi technológiák alkalmazására, amelyel például le lehet csökkenteni egy-egy orvosi tevékenység vagy műtéti tevékenységnek a következményeit, tehát hogy nem kell a kórházban heteket tartani a beteget, hanem ezeknek a technológiáknak az alkalmazásával lerövidül az ápolási időszak. Ez mondjuk mennyiben tartozik a, a munkavállalók érdekképviseleti szerveire, vagy a szakszervezetekre. Tehát ez, ez a ti szempontotokból mennyire fontos, hogy bele kell ebbe szólnatok? Én azt gondolom, hogy mindenféleképpen bele kell szólni, hiszen a szakszervezeteknek az elsődleges célja az, hogy egy olyan munkakörülményeket biztosítsanak a munkáltató, és ebben a munkáltató az állam ugyanúgy, mint adott esetben egy multinacionális cég amely kiszámítható, biztonságos, nem csak anyagi biztonságot nyújt, hanem a munkakörülmények tekintetében is biztonságot legyen itt munkavédelem, munkaegészségügy. És az a stresszhelyzet adott esetben, ami jellemző mondjuk a folyamatos megszakítás nélküli munkarendben dolgozókra, és az egészségügy az egy, az egy folyamatos megszakítás nélküli munkarend. Ott nagyon komoly problémák vannak. Mi nagyon alapos tanulmányt készítettünk jó néhány évvel ezelőtt, amely igenis bebizonyította azt a tanulmány során, hogy azok a munkavállalók, férfiak és nők egyaránt, akik folyamatos megszakítás nélküli munkarendben dolgoznak, tehát éjszaka, nappal, délután váltóműszakban, azoknak jóval rövidebb. Az életciklusa, tehát kevesebb az átlag, vagy kisebb az átlag életkor, aki ilyen munkát végez, nagyon sok egészségügyi ö, ö, problémával szenvednek. Egy példát hagy mondjak, ebben a körben a, a nők esetében jóval magasabb a mellrák, hiszen olyan ö, ellenanyag termelés, amely a mellrákot megelőzi, az éjszakai munkavégzés alatt nem termelődik. Ebből adódik, hogy azok a hölgyek, akik éjszakai munkát végeznek, azoknak a körében magasabb a merrák meg De azt hiszem, ez én most nem ö, tudom, mennyire stéziseket mondok, de ez nagyon egyszerű dolog, aki, aki éjszaka, tehát nem, nem tudja azt a pihenődőt kitölteni, és valamennyire ciklikusan a, a, annak biztos, hogy gyengül az immunrendszer, akár hölgy, akár férfi, akár fiatal, akár idősebb generációhoz tartozik. Hát egyrészt az immunrendszer, másrészt nagyon számos olyan ö, életkörülmény, vagy környezet más. Ha csak arra gondolunk, hogy mondjuk valaki éjszaka dolgozik, egy 7-8 óra körül, akkor fényes nappal fekszik le, teljesen más az életciklusa, ebből alódik számos olyan egészségügyi kihívás, legyen az a stressz, hormonháztartás és egyéb dolog, amely következtében rövidülhet az átlag életkor. Ez egy nagyon fontos kérdés, hogy ez például a társadalom ezt hogy kezeli. Ugye korábban 2012-ig, azoknál az ágazatokban, vagy azokon a területeken, ahol nagyon sok ilyen tevékenységet folytató munkavállaló volt, ott lehetőséget biztosította a akkori jogi környezet, hogy a, a munkavállaló hamarabb mehessen el nyugdíjba. Ez megszűnt, ma már csak 60 éve, 65 éves korban lehet elmenni nyugdíjba, kivéve a nők 40-nél és ez, ez rettentően meg fogja növelni egyébként a, a elhalálozást, és ezzel csökkenni fog egyébként az átlag életkor. Én javaslom, hogy tartsunk egy kis szünetet, és fejezzük be az egészségügyi kört, abban majd a szünet után, hogy mennyiben, miben hatott az, hogy a pandémia alatt bizony át kellett csoportosítani, kényszerpályára kellett tenni, persze, most nem rosszat feltételezve, de nem is jót, hanem csak megállapítani tényszerűen, hogy mennyiben hatott ez a Muszáj átcsoportosítás, hogy életeket mentsünk, vagy illetőleg eh, maxima, eh, minimalizáljuk a veszteségeket, hogy mi volt ebben a jó, és mi volt ebben a rossz. Köszönöm szépen, a szünet után visszajövünk. Én harcoltam már Ott tartottunk a szünet előtt, hogy speciálisan elmondtad, hogy, hogy miben, miben járt az átalakulás, de itt az is történt, hogy amikor a pandémia már nagyon virágzott, és nagyon sok dol dolgot nem azt mondom, hogy tűzoltószerűen, de egy picit igen, akkor muszáj volt vagy szükséges volt valami a megoldást, és talán átcsoportosítottak, áthelyeztek embereket, más munkarendben, más feladatokat végeztek, néha műtétek maradtak el. Ez mennyiben súlyosbította vagy alakította át még az egészségügyet? Az egészségügyön kívül, hogyha általában nézzük egyébként a pandémiás időszakot, számos olyan intézkedés történt, Amely nagyon meghatározta a pandémia idején alatt a munkavállalókat. És hogyha az egészségügyet is fókuszban tartva, az látszik, hogy a kormányzata különböző jogi környezet módosításának köszönhetően olyan intézkedéseket hozott, amelyek szembe mentek a munkavállalói érdekekkel. Mire gondolok itt elsősorban? Olyan munkaidő keretet hozott létre, amelynek köszönhetően teljes mértékben rugalmassá vált a munka. Ennek a, a, az előnyeit egyébként kizárólag a munkáltatók élvezték. És való igaz, hogy ezen rendelkezések között olyan intézkedések is történtek, amelynek köszönhetően a munkáltató átvezényelhetett vagy az egészségügy területén, de az ipar területén is adott esetben más telephelyre, vagy más munkaköri tevékenységet ellátott feladatvégzésre, munkavállalókat. Ez egyébként a mai napig még köszönhető annak, hogy a veszélyhelyzet nem szűnt meg, tehát annak a kihirdetése még tart. Ez a továbbiakban is él. Itt a munkatörvénykönyv korábban szabályzott korlátokat, ezeket a korlátokat oldotta föl, Kormányzat folyamatosan a pandémia idején. Akkor egy picit térjünk át a másik két említett témára, az egyik ugye a pedagógusok helyzeti, illetve a másik a kultúra, és ezen kívül egy kicsit a közalkalmazotti státusz átalakítására is beszéljünk, hogy mi volt benne a praktikus, mit tartasz a negatívnak, illetve hogyan látod ezt a dolgot. Akkor kezdjük talán a, most akkor a kulturális szakemberekkel. A kulturális szakemberek, illetve a közalkalmazotti státusznak a megszüntetése az nem a pandémia alatt pattant ki a kormányzati intézkedéseket kitalálók fejébe, hanem már korábban célú tűzte ki a kormány, hogy megszünteti a közalkalmazotti státusz, tehát a közalkalmazotti törvényt, és ennek köszönhetően elsőként a rendvédelem területén dolgozó közalkalmazottak státuszát szüntette meg, és terelte be egy félkatonai úgynevezett riaszos rendszerbe, amelynek következtében egyébként számos munkavállaló hagyta ott ezt a területet. Aztán jött ugye a szakképzési rendszer, amelynek következtében a szakképzésben résztvevő pedagógusoknak a státuszát változtatta meg, és ezt követte a közfelháborodást kiváltó oktatási, illetve egészségügyi területen dolgozóknak is a státuszváltozása. Szintén egyébként az egészségügyiben dolgozók státusza az teljes mértékben hajaz a korábban említett úgynevezett riaszos munkavállalóknak a státuszára. Tehát ez egy ilyen félkatonai struktúrát alakított ki a jelenlegi rendszer. Ebből kiindulva látszik az, hogy pontosan az a fajta értékrend kezd megsemmisülni, amit a közalkalmazotti törvény a rendszerváltás után biztosított azon munkavállalók számára, akik hivatásul az államot, mint szolgálatot választották, és nem a versenyszektort, a versenyszférát, hiszen a közalkalmazotti rendszerben, vagy a közalkalmazotti törvény alatt, vagy hatája alatt dolgozóknak számos olyan plusz juttatás kaptak, legyen itt szabadság, vagy egyéb juttatás, amelyet a versenyszférában dolgozókat, vagy jogviszonyát szabályzó munkatörvénykönyv alapban nem biztosít. Igen, bocsánat, csak egy-két példában mondtad a, Ugye egy csomó minden, de beszéltünk ugyanúgy a kafatériáról, vagy az, hogy hogy tudnak hozzányúlni a státuszokhoz, ha felmondanak. Ezek mind olyan plusz jártak, ami kárpótolta azért, hogy hogy nem igazán tudott úgy bővülni, mint a versenyszférában. Így van, így van. Ráadásul ugye a versenyszférában, a versenyszférában ö, dolgozók, ö, a saját státuszoknak és tudásuknak ö, is köszönhetően versenyhelyzetben vannak a mai napig, tehát a bérek tekintetében jóval magasabbak az átlagkeresetek, ö, mint az úgynevezett közférában. Ezt próbálta korábban a közalkalmazotti törvény valahogy ellenyensúlyozni, pontosan ö, a béren kívüli juttatások ö, biztosításával, és a többi, és a többi. Ez az egyik napról meg a másikra szűnik, meg az egyes ágazatokat kimazsolázva. És ha a, a, a rádióhallgatók bizonyára emlékeznek, hogy az első ilyen drasztikus lépés például a rendvédelem területén a fegyveres szolgálatot ellátó munkavállalók korengedményes szolgálati nyugdíjának megszüntetése volt, ugye akkor is ugyanazt a technikát alkalmazta a kormányzat, mint most, hogy megpróbál kiválasztani egy társadalmi csoportot, ez akkor voltak a rendvédelmiek, aztán később a, a, az egészségügyi dolgozók, és valamilyen formában összeugrasztani a társadalom többségével, annak érdekében, hogy el lehessen érni a célt, vagyis megszüntetni különböző bűncselekményeket. Ez, ez, ez nagyon régi taktika, mert már a romaiak tudtok, az meg is uralkodik. Ez egy kicsit mélyebben és továbbiakban is tovább mutat. Ezt kell valamilyen formában szerintem kezelni, és látszik egyébként, hogy most már egyébként eldurvul ez a fajta hozzáállása. De maradjunk a munkavilágánál, és hogyha általában nézzük, mind a kultúra területét, mind pedig a. a, a közalkalmazotti, köztisztviselői ágazatot, akkor súlyos problémák vannak, és ezek a problémák mélyülnek. Még egy dolgot a kultúra területén, mert talán ez nagyon sok hallgatót nem is gondol bele, hogy vannak olyan munkavállalók a kultúra területén, itt elsősorban például a művészekre, színművészekre gondolok, akik nincsenek különböző státuszban, hanem úgynevezett egyéni vállalkozók, és számlát állítanak ki. Ilyen számla kibocsátó kör volt például az úgynevezett katás kör, tehát azok a színészek, akár díszletesek, vagy, vagy fővilágosítók, és egyéb színházi alkalmazottak, akik katás számlát adtak, most beszorultak, ugye 2021. január 1-től, mert korlátozzák a foglalkoztatásból származó bevételüket, annak köszönhetően, hogy olyan büntető adóval sújtják a munkáltatót, aki a katás rendszerben foglalkoztat bizonyos összeghatár fölött munkavállalót, amely már nem éri meg ebben a rendszerben foglalkoztatni. Tehát megint egy olyan ö, ö, célközönség vagy egy célcsoportot sikerült találni, az intézkedéseknek, amelyel a további nehézségeket lehet okozni a munkavállalóknak. Hogyha ezt az egészet megnézzük, mert most ezt a nagy, úgymond globális csomag idézélve mondom, áttekintettük, hogy látod a szakszervezetek, illetve a, a szervezet munkavállalóknak a lehetőségeit, milyen ebben a helyzetben, mi az, amit tudtok csinálni, tudtok nyújtani, és, és felhívnám mindenkinek a figyelmét, hogy mi lenne az első lépés. Én azt gondolom, hogy a szakszervezetek előtt továbbiakban is óriási kihívás áll. Nagyon sok esetben azt tapasztaljuk, hogy az a fajta szakszervezeti munka, amely elsősorban a vállalati szinteken vagy ázgatati szinteken jellemző, az megerősödött az elmúlt időszakban hogy ha csak a 2019-es évet nézzük, ugye pandémia előtt, a saját szövetségünk is számos olyan sztrájkot vagy sztrájk kezelt, amelynek következtében végül is a munkavállalók nyertesként jöttek ki, tehát jelentős béremelésben részesültek, hogyha ezt pénztárosszára fordítanám. Az is látszik, hogy nagyon sok esetben egy-egy közösség rájött arra, hogy az egyéni érdekképviselet gyenge, nem lehet eredményt elérni, ezért van szükség szakszervezetre. Egyébként az utóbbi időben azt tapasztaljuk, és ez a pandémiás helyzet is számos olyan példát hozott, amelynek következtében a szakszervezetek bizonyos területen meg tudtak erősödni. Köszönhető annak, hogy például sok helyen a Törvényekkel szembe mentek a munkáltatók annak érdekében, hogy minél több munkavállalótól szabaduljanak meg. De az is látszik egyébként, hogy nagyon sok helyen az idei évben azért nem tudtunk érdemi bértárgyalásokat lezárni, mert a munkáltatók annak ellenére, hogy a pandémia idején jelentős munkavállalói tevékenység zajlott, tehát termelés zajlott, és nincs igazából véve oka arra, hogy kevesebb bért adjanak, nagyon sokan a pandémiára hivatkoztak, ezzel akartak valamilyen anyagi forrást biztosítani más célokra, és az is látszik, hogy az elmúlt időszakban a szakszervezetek ebből tapasztalva sok esetben végül is nem kötöttek az idei évre bérmegállapodást. Például a minimálbér esetében is ugye a Magyar Szakszervezeti Szövetség nem írta alá a 2021-re vonatkozó minimálbér emelést, és azt kell, hogy mondjam utólag, igazolva az akkori állításainkat nagyon jól tettük, hiszen számos olyan gazdasági esemény következett már be január óta, ami igenis magasabb minimálbér emelést követelt volna meg. Azt hiszem, amiről most beszélsz, az a minimálbér 200 000 forintra emelése, tehát ezt, ezt, hogyan látod? Én azt látom, hogy a minimálbér emelésére továbbiakban is szükség van, ezt egyébként évek óta ezt mondjuk, hiszen, hogyha csak a visegrádi országokat, vagy a kelet-európai régiót hasonlítjuk össze önmagunkkal, látjuk, hogy már Bulgária előz meg csak, vagy a Bulgária az az egyetlen ország, ahol a minimálbér alacsonyabb, a magyar minimálbérnél, már a román is egyébként magasabb a magyar minimálbérnél. Viszont az is látszik, és ez visszakanyarodik a beszélgetésünk első részére, hogy nagyon sok területen a vállalkozások olyan tevékenységet folytatnak, amely következtében a jelentősebb minimálbér emelést vagy a minimálbért nem tudja kitermelni. Ennek számos oka van, részben azért, mert olyan tevékenységet folytat, ami olyan munkaerőt igényel, ami betanítatlan, tehát ebből a szempontból megpróbál ott ö, takarékoskodni. Egyrészt, másrészt az is látszik, hogy miközben az elmúlt évek során a munkáltatók számos járulékcsökkentést kaptak, a munkavállalók a 15%-os személy jövedelemadó sáv nem változott. Ezért feltétlenül szerintem elsősorban az alacsony keresetűeknél egy teljesen más, jóval alacsonyabb adókulcsot kellene bevezetni. Ezzel is lehetne egyébként a minimálbér értékét, a keresetek arányát, a reálkereseteket növelni. Az látszik, hogy az elmúlt időszakban az 5% fölötti infláció teljesen ö, elolvasztotta azt a fajta bérnövekedési ütemet, ami az elmúlt időszakban jellemző volt, és ebből adódóan az idei évben független attól, hogy mindenféle számokat lehet különböző sajtótermékekben olvasni, nem érezhető, hogyha valaki igazából bérből és fizetésből él. Itt nagyon fontos dologra tértünk rá, és ugye még a és itt nem csak a jövedelmekről van szó, mert egy kicsit hagy, hagy uh, forduljak vissza, amit még a a közalkalmazati státuszból mondtuk, hogy ez egyéb járulékok mondjuk, és itt ne csak, a, ne csak a közférában dolgozók, hanem mondjuk akár a, szabadversenyben, szabad versenyben, meg minden, hogy akár kafetériáról beszélünk, akár egyéb jutatásokról, hogy ennek hogy struktúrálódott át az utóbbi két évben a dolgát? Hogyha kafetériáról beszélünk, az már önmagában nagyon-nagyon megváltozott például. Így van, ugye a, az elmúlt 5-6 évben számos olyan béren kívüli juttatási elem szűnt meg, amely elsősorban a különböző korábbi bérmegállapodások eredményeként született. Ugye a kedves hallgatókat hagyj emlékeztessem arra, hogy a 90-es évek második felében, 2000-es évek elején számos olyan esetben a szakszervezetek úgy tudtak jelentősebb béremelést kiharcolni, hogy a tényleges alapbéremelésben kisebb százalékos növekedést következett be, de ezzel párhuzamosan az úgynevezett béren kívüli juttatások, tehát a közlekedés, az autóbér, a BKV-bérlet, a különböző önkéntes pénztáraknak a támogatása, és a többi, és a többi, ott jelentősebb növekedés volt. Ennek különböző adó és egyéb okai voltak. Ugye ekkor kezdődött az egyébként az üdülési cseknek a bevezetése, aztán később különböző vállalkozások szakosodtak ezeknek a csekkeknek a forgalmazására, és így jött az Erzsébet utalvány, és szűnt meg olyan más versenypiaci szereplő ebben ezen a területen. Való igaz, a béren kívüli juttatás, vagy más néven kafetéria devalválódott, ugye nem is olyan régen, biztos emlékeznek még a kedves hallgatók, még százezer forintot is lehetett béren kívüli juttatásként kapni, ez teljesen nevetséges volt, és ma már érdemben igazából véve egyedül az úgynevezett szép kártya az, amely bizonyos kedvezmények mentén valóban érdemes, hogy a béren juttatási elemként szerepeljen. Már a beiskolázási segély, ugye, ami most az elkövetkezendő hetekben egy fontos tétel lehet a családok számára, úgy adózik, mintha a munkavállaló fizetést kapna, miközben ez korábban egy sokkal kedvezményesebb adózási feltétellel volt adható a dolgozók részére. Tehát egy szó, mint száz, teljesen átalakult a bérszerkezet, való igaz, hogy a béren kívül juttatások területén elsősorban a turisztika és a, a vendéglátás az, ami preferált, miközben az önkéntes nyugdíjpénztár és a például az önkéntes egészségpénztárnak a befizetései olyan adóterhet kaptak, amelynek következtében már a munkáltatóknak többségében nem éri meg az ilyen jellegű támogatás, és ez látszik is egyébként a különböző önkéntes pénztárak befizetésén. Lassan haladunk riportunk vége felé, pedig azt hiszem, hogy hosszú-hosszú beszélgetéseket megérne, és bízom benne, hogy fogunk még itt látni, és visszajössz, mert több oldalról járjuk körbe. De akkor a legvégén nézzük meg azt a funkcióváltást, ami az, az, azért a szaksz, ennyi minden magát a szakszervezeti létet, a szakszervezeti gondolkodást megváltoztatja, illetőleg a szakszervezetek perspektíváját most nézzük Magyarországon. De hogy látod, miben kell változni, mire kell odafigyelni, milyen, milyen változás motorokat kell elindítani, ahhoz, hogy, hogy egyre jobban érvényesüljenek a munkavállalói jogok. Én nagyon sokat, személyesen nagyon sokat tanultam egyébként a pandémiás helyzet ideje alatt szakszervezeti területen. Egyrészt látszik az, hogy igenis szakszervezeti munkát elsősorban, Személyes kapcsolatok alapján lehet végezni. Tehát az, hogy a szakszervezeti vezetők, a szakszervezeti tisztségviselők oda mennek a munkavállalókhoz, beszélgetnek. Az a fajta tevékenység, amely rákényszerítette a szakszervezeteket az online térben való munkára, ez elősegített sok egyébként, sok változást akár a vegyész szakszervezet működési területén is. De elsődleges értéknek én azt gondolom, hogy az a fajta társadalmi-szociális kapcsolat, ami a, a szakszervezetet jellemzi, az csak is a személyes kapcsolatokra építhető. Nyilván, hogy vannak olyan ö, események, amelyeket meg lehet tartani akár az online térbe is. Ö, ebben egyébként az egyes szakszervezetek ö, szerintem a lehetőségekhez képest ö, ö, változtak is pozitív irányban. Nyilván, hogy a szakszervezeteknek fel kell venni azt a fajta frekvenciát, azt a fajta modernizációt, amit megkövetel most már a 21. század, ezzel teljesen egyetértek, sok olyan tevékenységet is végzünk mi a vegyész szakszervezeten belül, ami, ami ezt elősegíti, de az, hogy, hogy a szakszervezeti tudást, azt a fajta edukációt, amely igenis nagyon-nagyon hiányzik ma a munkavállalók körében, azt mindenféleképpen erősíteni kell. Ugye ma már az általános iskolákban, középiskolákban semmiféle igazi érdemi képzést nem kapnak, akár a végzős diákok a munkavilágáról, hogy mi, hogy néz ki egy munkaszerződés, mi az, hogy szakszervezet, mi az, hogy próbaidő, és a többi, és a többi, és amikor elvégzik az iskolát, ott állnak, mint bálám szamara, és úgy kihasználják őket a munkáltatók, ahogy az csak a nagykönyvben meg van írva. Erre föl kell készíteni a munkavállalókat, a diákokat, és a szakszervezetnek ebben óriási szerepe van. És továbbiakban is bővíteni kell a munkahelyeken a szakszervezeteket, kollektív szerződéseket kell kötni, mert Magyarországon nagyon kevés kollektív szerződés van. A kollektív szerződés egy nagyon-nagyon fontos érték, és ezt ma még kizárólag csak szakszervezet köthet. Bocsánat, hogy megint félbeszakítalak, de ha beszéltél a jelentőségről, egy pár szóba mondd el, hogy mi az a kollektív. Tudom, hogy primér és buta a kérdés, de van, akik nem tudják, tehát hogy milyen előnyel jár, mi az, amivel több mint egy szerződés, és mi az, ami, ami, ami az erőssége van. A kollektív szerződésben számtalan olyan kérdést és olyan juttatást és olyan szabályozást lehet kialakítani, a szakszervezet és a munkáltatók között, amely minden munkavállalóra érvényes. Adott esetben szabályozni lehet a műszakpótlékot. Ma Magyarországon a műszakpótlék egy jelentős jövedelmi elem a bérek között. Ezt szakszervezetként fontosnak tartjuk, hogy, hogy ne a jelenlegi 30 os ráadásul ugye megszűnt a délutános műszakpótlék is több helyen, alkalmazzuk a kollektív szerződésben, tehát van Ö, ö, délutános műszakpótlék, de a munkaidő keretet is lehet szabályozni a kollektív szerződésben, a túlóra mértékét is, annak a túlóra pótlékát is. Tehát számos olyan pozitívum van, amiben meg kell, hogy mondjam őszintén, a munkáltató is pozitív elemeket tehet bele, de hát ez egy win-win helyzetet kell, hogy kialakítson, hiszen én azt gondolom, hogy egy kollektív szerződés biztonságot és stabilitást nyújt a munkavállalók és ebből a cégek számára is, és hiszen a kollektív szerződés biztosíthat egy olyan munkabékét, amely adott esetben előrevétíti a, a cégnek a jövőjét. Köszönöm szépen. Hát ö, azt hiszem, hogy a mai riportat nagyon sokat megtudtunk arról, hogy mi lehet és mi nem a munka világában, milyen mi struktúrálódott át. Nagyon szépen köszönöm Székely Tamásnak, hogy itt volt, illetve köszönöm szépen hallgatóink megtisztelő figyelmét. Önök a Hidak heti magazin adását hallották. Köszönöm szépen és a lehetőséget. Viszont halásra. Köszönjük a figyelmet!